kosárfonással foglalkozok a közel 10 éve, és a balesetem után találtam erre a kosárfonásra. Gyümölcsös, kenyeres, újságtartó, ruhás kosarak. Amit meg tudok csinálni, amennyit tudok csinálni, azt piacra járunk, még kézműves termékeknek a bemutatója meg. Vására, és itt elfogy, ami nekem olyan. A fiam ment el egy ilyen vékakötőhöz, régi vékakötőhöz, és az ott tanulta meg az alapokat. És utána találkoztam a főzött vesszővel, és hát az nagyon megtetszett, ez egyszerűbb. Bármikor lehet vele dolgozni, és így kezdtem tanfolyamokra járni. Egy vesszőért, ha megyünk, azt is a családtagok, meg hát ők segítenek mindenbe, ami szükséges. Én szívesen tanítok meg, megmutatom, amit tudok átadni.